Gőzerővel zajlanak a nagyváradi római katolikus püspöki palota felújítási munkálatai, amelyet kizárólag magyar kormány támogatásból állítanak helyre 3 év alatt. Jelenleg a munkálatok negyedével végeztek, az impozáns pincerendszert a múzeumok éjszakáján nyitják meg a nagy közönség előtt. Ezek a legkorábbi képek az 1776-ban épült nagyváradi római katolikus püspöki palota belsejéből, melyek még Tenfli József korábbi megyés püspök magángyűjteményéből kerültek elő. A munkálatokat fél éve kezdték, akkor bukkantak rá az építető Patacsics Ádám püspök monogramjával ellátott tégláira is. Itt pedig a tetőzet helyreállítása zajlik. Egy részén már láthatóak is az új cserepek. Tetőben láthatóvá vált, hogy az eredeti fa, tölgyfa, keményfa, jelenleg 202 köbméter fa, új faanyag kerül be, ez viszont már fenyőfa lesz, tekintettel arra, hogy ilyen nagy mennyiségű tölgyfát jelenleg nem lehet biztosítani. Minden korhűen állítanak helyre, itt például az ablakkereteket restaurálják. Már látható az is, milyen színe lesz a teljes épületnek. Megnyílik a látogatók előtt az épület korábbi borospincéje is, ahol a püspökség borait tárolták. A több mint 263 hordót szétbontották, ezt a hármat kuriózumként meghagyták. A látogatók elsőként a múzeumok éjszakáján láthatják ezeket, kulturális programok kíséretében. Kis kiállítás azokból az anyagokból, amelyeket mi már egyébként előkészítettünk, itt-ott már megmutattunk, de amit erre az alkalommal el lehet helyezni a pincébe. Élő zenét biztosítanánk, barokk zenét, jazz zenét, ugyanakkor vetítést is szeretnénk. Jó alkalom, hogy ismét elővegyük az egyházmegyénk személyiségeinek az életét. Talán itáliai városkép előtérbe folyóval. Ez pedig már a palota ebédlője, az egyik olyan terem, ahol az eddig feltárt képekről mesél Emődi Tamás építész. Az előzetes kutatások alapján várható, hogy több helyen is előbukkannak falképek. Egyelőre két terem feltárását végzik a restaurátorok. Itt barokk 18. századi festéseket találtak. Még nem sikerült ikonográfiailag pontosan meghatározni, hogy milyen előképek alapján készültek, valószínűleg valamilyen közkézen forgó nyomtatvány, talán itáliai képek öböl, hajókkal, matrózokkal, illetve egy folyóhíddal és mögötte egy városnak a részleteivel, illetve hát tipikus barokk architekturális festés, a lábazati festés. A tervek szerint ez lesz az épület egyik leglátványosabb terme a helyreállítás után. Nem csak a palotát, hanem az őt körülvevő parkot is helyreállítják, a Szarvosi Arborétummal közösen. Dél-Kelet-Európa és Románia legjelentősebb, legösszetettebb barokk műemléke, a nagyváradi római katolikus püspöki palota 3 év alatt újul meg, melynek során látogatóbarát központtá alakítják az impozáns épületegyüttest.